Sziasztok! Köszöntelek titeket egy újabb mapvégijátszós videóban. Nem is húzzám tovább a szót, kezdjük! Üdv a pályámon! És itt a fejem! Végre az első ember, legalábbis, ha jól tudom, akinek sikerült leraknia egy fejet úgy, hogy látom. És a sajátom. Tök jó. Indítás fontos. Először lépj rá. Oké. Üdv a kaland pályámon, tudnivalók, az egész pályát kézzel építettem, nem lesz színes a szöveg, szeresd magad, helyesen írok, ennyi. Oké, másodszor lép rá és fordulj meg. Mindenben van állítva, ami szükséges, de tényleg. Harmadszor lép rá. Szabályok. Ne válts game módot, vagy hát játékmódot, ne csalj, mert ne. És ennyi. Oké. Ezek izgalmas dolgok voltak. Szerintem még itt egy fontos dolog, Zsoksz nem kaphat kekszet, de miért? Mert te most nem tartozol ide, ne szólj bele. Oké, itt van egy hüm, egy ládában, amiben... Ó, szóval ezt ketten kellett volna kivigyük. Értem, de hát mindegy, hogyha most már elkezdtem, akkor nem szeretném félbe szakítani a videót. Szóval bocsi drift, de ezt egyedül fogom kijátszani. Hát szerintem a fejem akkor az nem kell. Jó. Fontos indítás. Hát akkor menjünk. Geek szóvjon. Hát igen. Szia, én Zsoksi, Mása vagyok, Szása. Én egy kőtégla tisztító vagyok. Nekem azt mondta a készítő, hogy tisztítsam meg a kőtéglákat a csatornámban, mivel nem akar vele bípelődni. Tisztítás folyamatban, tisztítás kész. Jó, ez gyors volt, azt kell mondanom. Hát nem úgy nézem, hogy lenne valami út, szóval erre nem megyek. Ha máshova dob, akkor game módoz, üsd ki a feletted lévő blokkot, és menj előre az első építményhez, amit látsz. Jó, ez esetben szerintem nyomok egy spawn pointot. És hát nem tudom, hogy game rule van-e. Azt mondtad, hogy mindenbe van állítva, de én azért állítok egy game rule-t. Oké. Akkor az esetben kiütjük itt a blokkot, és megyünk előre. Oké, végül is megérkeztünk, szóval itt lennénk egy parkouron, és már harmadjára léptem rá a pressure plate-re. Sajnos rendszer összeomlott, amíg játszod a pályát, megpróbálom megoldani. Addig is nem lesz tiszta a kőtégla. Oké. Akkor haladjunk a parkourral. Igen. Ezek az ugrások már nem a régiek. Vagy lehet, hogy én nem vagyok már a régi. Igen, ide végül sikerült átugrani, ez nem tudom, hogy mennyire csalás, vagy mennyire nem, de én most ide ugrottam. Amúgy lehet spam pointolni, igen, ez egy jó dolog, már előbb használtam. Válasz, jobb vagy bal? Hát szerintem ez mindenképpen jobb lesz. Mármint a jobb lesz, ha jobb. És hát legalábbis remélem. Így. Igen, hát valószínűleg. Van egy jó hírem, félig meddig sikerült megoldani a problémát, az indákat sajnos nem tudtam eltüntetni, de dolgozok rajta. Rendben. Második feladat, labirintus. Ez mi? Ez is a labirintus része, vagy ez... csak egy random út, ami... igen, ez csak egy random út volt, oké. Akkor próbáljunk visszaugrálni. Itt fölöttem úgy látom víz van. Úgyhogy itt valami nagy dolgok készülnek. Gondolom valami water run féleség. Érdekes. Sikerült, lol. Nem gondoltam volna. A harmadik feladat, kis kvíz.
Még dolgozok ezen az Inda ügyön, addig is jó szórakozást. Jó, hát amúgy engem nem zavarnak, úgy őszintén. Első kérdés, melyiket szeretem jobban, sajt vagy Real Madrid? Hát ha ilyen nagyon foci fan vagy, akkor biztos, hogy jobban szereted a focit, mint a sajtot, szóval igen, egyértelmű volt. BMW? Hát igen, nekem BMW. Gondolom jól döntöttem, és hát nagyon reménykedem benne. Szása is szeretne elköszönni. Oké. Értékeld, vagy értékeljétek. Mi az a Vaintroy, MG, BMW, GSTK, mi van itt? Köszönöm, hogy végigvitted. Hát igen, csak végigvitted a mapomat, építette Frost B és utóirat. Bocsi, hogy kicsit rövid lett a pálya. Na hát igen, az értékelésnél ezt nyilván figyelembe kell venni. Maga az építészeti stílus az jó volt, az tetszett, viszont a feladatok azok, hát igen, azok sablonosak voltak, mint ahogy szokott, illetve ez túl rövid is lett, legalábbis szerintem, de hát gondolom a nézők szerint is, mert körülbelül ebből egy 5 perces videót tudok majd kihozni. Nem tudom, talán ilyen 6-7 pont körül tudnám értékelni ezt a pályát. Hogyha esetleg ti szeretnétek még küldeni az 50. részig, akkor azt megtehetitek az idarkukac@freemail.hu-n, tehát oda tudjátok elküldeni a pályátokat, és hát találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!